Bonyhádváros önkormányzata idén közel 25 millió forint támogatást biztosított a Varázskapu bölcsöde és óvoda tagintézményeinek felújítására, ami a megszokott forrásnak többszöröse, mondja Horváth Klára intézményvezető. Ez örömteli dolog, nagyon sok minden történik, és még fog történni az intézményben, mert nyilván feladattal is jár mindannyiunk számára. A óvodánként végig gondolva a dolgot, a Ficánka óvodában, a legnagyobb óvodában belső lambéria készült a tornaszobába, és egy kültéri összekötő járda, térköves járda valósul meg, hogy a gyerekek körbe tudjanak biciklizni, szerintem nagyon fognak neki örülni. A Szélkakasos óvodában két öltöző helyiségnek a burkolata, tehát a hideg burkolata kerül kicserélésre. Ez a munka még előttünk van, tehát ezzel még biztosan végezni kell a leállás alatt, ami ezen a héten kezdődött. Ezen kívül pedig ott van egy viszonylag nagy volumenű feladat, az pedig egy kerítés, egy külső kerítésnek a megépítése az ovifoci pálya mögötti részen, ami egy omlás következtében sérült meg. Zajlik a Bonyhádi Liget óvoda korszerűsítése. A kivitelezők a gyerekmosdókat újítják fel, a konyhát pedig átalakítják. A Liget óvodában a déli oldalon a kerítést, a drótkerítést kiváltjuk egy erősebb kerítéseit. A kollégák igénye már régóta megfogalmazódott, most sikerült erre is forrást biztosítani. A Pittypang óvodában már nagyon jó állapotban van a gyermekmosdó, ott is gyermekmosdó rehabilitáció van. A két mosdó közül egyet korábban felújított a város, most került sor a másodikra. Ez komplett módon kell elképzelni, ugyanúgy, ahogy itt is, de a Pittypang óvodában ez ablakcserével is társul, ami szintén nagyon örömteli, ott azon a fronton ugye kicserélések, tehát cserére kerültek a régi ablakok. Vannak ott még kisebb munkák, a betonkerítés sérült meg, és azt kell ugye helyrehozni, és van egy épület, ami nem az intézmény használói körébe tartozik, ott vannak bizonyos helyreállítási munkák, amiket még meg kell oldani. Korábbi évek gyakorlatát folytatjuk. Bonyhádváros önkormányzatának 100%-os tulajdonát képező gazdasági társaságként az óvodában zajló, imént az intézményvezető asszony által hosszasan sorolt munkálatokat mi végezzük. Természetesen ez egy időben elhozó munkálatokról van szó. A szezon elején intézményvezető asszonnyal leültünk, átbeszéltük, ütemeztük, hogy melyik óvoda, mikor lesz leállás, milyen hosszú leállások lesznek. Van olyan intézmény, ami egy hónapig áll le, van, ami 2,5 hónapig. Ezen ismeretek birtokában pedig elkezdődött a munka július 1-ével. Itt most a nyári időszakra mi igazándiból a 3 helyszínen lévő 5 darab vizes blokk felújítására koncentrálunk. Ezek gyakorlatilag 10 négyzetméteres helységek, 25 négyzetméteres burkolt oldalfelülettel. A felújítás alatt azt kell érteni, hogy az önkormányzat másik gazdasági társaságával, a fűtőművel együttműködve végezzük a munkálatokat. Ők az épületgépészetet végzik, mi pedig a köműves, illetve burkolási munkálatokat látjuk el. Jelen pillanatban is, ahogy említettem, 3 helyszínen vagyunk jelen. Különböző munkafázisokat tudunk megnézni. Van, ahol már gyakorlatilag szerelvényezési munkálatok folynak, valahol burkolási, és valahol pedig még csak bontási. De azt meg tudom ígérni, hogy nem lesz akadálya az augusztus 23-as kezdésnek a részünkről. Horváth Klára elmondta, hogy bár felváltva, de mindig nyitva vannak az intézmények, így folyamatosan biztosítani tudják az óvodai és a bölcsődei ellátást. Nem egyszerű az élet, mert éppen a veszélyhelyzeti intézkedések miatt ugye teljesen értelemszerűen ugye minél hatékonyabban biztosítani kell az óvodai bölcsődei ellátást a szülők számára, akik ugye tavasszal nagyrészt kénytelenek voltak a szabadságaikat felhasználni. Ez oly módon történik a városban, hogy váltva egymás után zárnak be az óvodák és nyitnak ki, de mindig van nyitva óvoda, most már csak 2 óvoda üzemel a városban, a jövő héten már csak 1, és augusztus 23-a lesz az a nap, amikor
a gyerekek és a szülők minden feladatellátási helyen újra igénybe vehetik az óvodai ellátást úgy, hogy egyszerre mindenhol mindenki a helyén van. A legnagyobb logisztikai feladat számunkra a ligetovodás gyerekek teljes nyárra való elhelyezése volt, meg tudtuk oldani, több óvodában kaptak helyet, mindenhova mentek velük a saját óvodapedagógusok. Igazából ez egy próba volt, majd meglátjuk, hogy a következő évben milyen helyzet alakul ki. Korábban ügyeleti rendben működtünk, de úgy tűnik, hogy ez a működési forma is eredményes, és a szülők elégedettségére szolgál.